Sziasztok! Sziasztok! Egy új MikroTik switch érkezett a piacra, ami egy hiánypótlónak számít. Mi ez a switch, Zsombor? Hát ez a CRS 320-as, és végre kapunk BT-poét vele. És ez egy olyan switch, ami tényleg hiányzott a piacról. Egyik gyártónak sincs olyan konkurenciai terméke, amelyikkel ki lehetne váltani a tápegységeket, amik halomba lógnak ki a szünetmentes szekrényekbe. Mit tud ez a switch, Zsombor? Hát végre megkapjuk MikroTik szinten is a BT poét egy eléggé szóval több portos switchben is. Van 20 darab portunk összesen. Alapból 600 watt a tápegységbüdzséje, mondjuk ebből olyan 550-60-at tud poére hasznosítani, viszont kapunk egy opciót, hogy be tudunk tenni még egy hot swap tápegységet, és így ki tudjuk bővíteni a poé keretet akár 1150 wattig is. Az a tápegység belekerül, onnantól kezdve redundáns lesz a switchünk? Redundáns lesz, viszont csak a 600, majd az 550 wattos poé büdzséig. Hogyha teljesen ki akarjuk használni a rendelkezésre álló közel 1 kW-os teljesítményt, akkor a redundanciáról le kell mondanunk, de azért mondjuk egy ilyen 20-16 portos esetében azért ez eléggé masszív, az az 1 kW, szóval valószínűleg nem fogjuk vele kihasználni. Nézzük meg, mit rejt a doboz. Hát ugye megkapjuk a szokásos mikrotikes matyóhímzéses dobozunkat, kapunk egy tápkábelt, egy kis füzetet, amint megtaláljuk a beégetett jelszót az eszközhöz, kapunk regfüleket, csavarkészletet, egy tápkábel rendezőt valószínűleg, és magát az eszközt. És meg is kapjuk a szokásos mikrotikes CRS, CSS konstrukciót. Szép, fehér, ahogy az összes többi is. És ha megnézzük, itt van az egyik lényege az eszköznek, hogy kapunk egy redundálható moduláris tápegységrendszert, kis szimpatikus tápegységmodullal. A leírás szerint ez egy 11 amperos, 54,5 voltos tápegység és 636 watt maximális teljesítmény leadásra képes. Azért elég combos egy ilyen pici formfaktorba. Egész jó nagy ventilátort is raktak rá, ami nyilván a tápegységnek a fogyasztása miatt mindenképpen szükséges. Azon kívül a switchnek tartalmaz oldalt még egy ventilátort, és tartalmaz még egy... Mit majd mindjárt elekrobálsz? Meg is van. És így látható két tápegységhely. Innentől kezdve már csak az eleje az érdekes, ha megnéztük a hátulját, hogy mire számíthatunk az eszközön, meg a betáplálásánál. Zsombor, milyen portok vannak a switchen? Hát kapunk 16 darab rezes portot, és 4 darab SFP plusz portot, a szokásos 10G-st. Uplinknek vagy downlinknek. A 16 darab rezes portból 8-at kapunk ATF-ben, és 8-at BT-ben. A BT-s portoknál van-e valami specifikáció, megkötés? Van. A BT-s portoknál oda kell figyelni arra, hogy a normál, megszokott MikroTik ATF-es portokkal ellentétben, hogyha a legacy ilyen AB módokat nem fogja támogatni, és oda kell figyelni rá, hogy nem szabad rákötni olyan eszközt, ami burkolatföldelt, vagy burkolatra is kiföldel, mondjuk például a MikroTiknél egy ilyen netmetal AX-et, alapból is ugye a netmetal AX az passzív poé is. Innen be lehet iktatni a MikroTiknek a poé átalakítóját, ami elvégzi a tápleválasztást is ebben az esetben. De amúgy igazából speciális, annyira más speciális megkötés nincsen, csak oda kell figyelni, hogy ez nem olyan, mint mondjuk a 354-es, ami ugye multipower-es, ami képes táplálni natívan mind 24 voltos passzív poét, meg mind 48, 54 voltos rendes telkó poét. Igen. Szóval ebben az esetben kell figyelni, hogy a passzív poés dolgokat ne dugjunk rá. Főleg a BT-s portra ne dugjunk rá.
mert a BT Sportnál már relatíve nagy áram felvétel van, és az már okozhat galibákat. Persze alapvetően ugye az eszköz az fog egy ilyen hentséget csinálni, és megpróbálja belőni, hogy milyen tápot adjon ki, de azért biztos, ami biztos, ne okozzunk mondjuk földhurkot a rendszerben. Én ott észrevettem, és hiányosságnak véltem föl, hogy ez egy nagyon jó eszköz, mert egy olyan switch érkezett piacra, amely BT tápként nagy hiány volt már a piacon. Viszont a rezes oldalon ő csak gigabites LAN-okat raktak föl, akár ezt a Mikrotik átgondolhatta volna megfelelően, és akkor egy 2,5 gigás vagy 10 gigás LAN-nal is megtámogathatta volna ezt a BT-s megtáplálást. Hát igen, mondjuk a Mikrotiknél mutatja a tendencia az, hogy a multi gigabites rezes portok azok elég késésben vannak, főleg olyan eszközöknél, ahol relatív kapunk több portot is. Mondjuk, ha megnézzük a nem túl sokkal régebben megjelent ugye CRS 310-est, vagy a Netfiber 9 néven fut, ha jól emlékszem, ott már ugye megkapjuk a multi gigabites 2,5-es portokat, viszont az csak egy ugye összességében egy 10 portos switch, ott 8 rezet kapunk multi gigabitben. Úgy néz ki, hogy valószínűleg a Mikrotik az tervez egy másik hasonló switchet is piacra dobni hamarosan, persze ezt még nem tudjuk biztosan, de mondjuk valószínűleg ezt a 326-osnak a kategóriájába fogja a multigigabitet gondolom először támogatni. Ez inkább egy ilyen tápegység, mennyiség csökkentés, meg ugye újabb szabványok támogatása. Milyen területre ajánlaná a Zsombor ezt az eszközt, milyen felhasználók számára? Hát olyan felhasználók számára jó lehet például, akik mondjuk kisebb irodai környezetben, mondjuk egy ilyen ecskézben vannak, ahol mondjuk vannak olyan berendezéseik, amik igénylik a BT poét, esetleg vannak olyan okos képernyőik, vagy valami, ami már ezt a szabványt támogatja. Arra bőven elég a gigabites átvétel is, viszont ugye megkapjuk azt, hogy központilag menedzselhető lesz, megkapjuk azt, hogy kevesebb lesz a kábelünk, ami azért egy jó dolog tud lenni. Hát ugye alapvetően ebben a switchben is a Marvelnek a Prestera 98 DX szériáját kapjuk meg, a 226-os switchet, azt hiszem. Ez a switch azért már nem annyira újdonság, főleg a Mikrotik piacon, mert megkapjuk ezt a Netfiber 9-ben is, a Netpower-ben is ugyanez dolgozik. Igazából azt láthatjuk, hogy ugyanúgy, mint a mondjuk a wireless eszközöknél, a Mikrotik ugye nagyon ráállt erre, hogy ilyen gyártó által, ilyen butik Lego szinten kezdi összerakni a dolgait. Ugye szerencsére switchek szintjén már az összes új switch az ezt a Marvel Perestra szériát használja, persze különböző kiépítésekben, ezt is nagyon sokféleképpen össze lehet legózni, ugyanúgy, mint a Qualcomm-nak a megoldásait. Ugye ez pozitívum, mert végre megkapunk egy relatíve egységes architektúrát, ugye ARM relatíve modern, bár mondjuk a 98 DX széria az már relatíve rég óta itt van a piacon, azt hiszem 2016-ban debütált ez a széria a Marvelnél, viszont nagyon flexibilis, mivel megkapjuk azt, hogy van egy főcsippünk, és utána azt nagyon sokféle ilyen fizikai access device-szal össze lehet párosítani, és ezáltal nagyon sok ilyen port flexibilitást kap. Lehet szimpla gigabites uplink-el, lehetünk multigigabitesek, ugye különböző leosztásban lehet ez egy akár nagyon sok portos switch. Mondjuk ezt a Marvel főleg az ilyen Axis oldalra ajánlja ezt a szériát, és egy ilyen kis irodában mondjuk egy ilyen switch az teljesen jól funkcionálhat. Még annyival kiegészíteném, hogy kamerások figyelmét is felhívnám erre a termékre. Nem sok olyan kamera gyártó van, aki BT-s switchet forgalmaz, és egy PTZ kamerák azért már igénylik a nagyobb táp ellátást is. Az eszköz alkalmas rá, hogy kamerákat is meghajtsom. Igen, például arra is teljesen jó lehet, hogy egy kisebb méretű biztonsági rendszert üzemeltetni róla, vagy esetleg olyan eszközöket, ahol okos beléptetés van, és akkor vannak ilyen ajtóhábok, és az ajtóhábok is általában igénylik azért a nagyobb teljesítményt, mivel azok általában üzemeltetnek mágneszárakat és egyéb ilyen perifériákat, és annál is jól jöhet, és relatíve azért ez egy jó büdzsé eszköz ahhoz képest, hogy milyen táp képességekkel rendelkezik. Amit még felfedezni véltem a Mikrotiknek a adatlapján, hogy egy egész magas élettartamot mert ráírni a Mikrotik erre az eszközre. Ez 200 ezer órát írt rá. 200 ezer óra. Nyilván olyan körülmények között, ami ideális. Ideálisnak mondható körülmények között.
talán ezt megtámogathatnának egy kis garanciabővítés, és a nagyon kiváló eszköz tudna belőle válni. Nézzük bele, mit rejt a belseje. Hát, így néz ki, megkaptuk a majdnem szokásos mikrotikes konstrukciót, legalábbis azoknál, ahol kivehető vagy hocva tápegységet kaptunk. Itt a két kis öböl a tápegységeknek, viszont jó hír, hogy hűtésből kaptunk rendesen, ráadásul olyan ventilátort is, ami fújja az SFP modulokat. Ez mondjuk nagy áramfelvételű SFP moduloknál jól jöhet, mint mondjuk például az RJ10G-s modulnál, aminek mondjuk a optikákhoz képest kb. 10-szer akkor a teljesítmény felvétele, mert azok általában el vannak az optikai modulok ilyen fél wattból is, de az ilyen 3, 4, 5 wattot is el tud kérni. Kapunk két ilyen tápegység routerboardot, ezek vannak hozzá kábelezve a Ethernet leválasztó transformátorokhoz. Itt megkapjuk magát az agyat, a Prestera 98DX chippet, és ez egy olyan Marvel-es Lego, ami két chipből áll. Megkapjuk a fő chipet, valamint egy physical access device-t, ami most egy kicsit így el van itt rejtve, ha így látható. Itt a tápegység bordok alatt ő végzi maga azt a menedzsmentet, hogy milyen portokat kábeleznek hozzá a főcsiphez, valamint itt megkapjuk a külön menedzsment és menedzsment portnak a külön Ethernetjét, valamint megkapjuk a szokásos mikrotikes RJ45-ös konzolportot is. Alapvetően ez egy relatíve szokásos design, nagyon hasonló mondjuk például a 326-oshoz a tápegység bővítő modulokon kívül, vagy mondjuk ők igazából, ami még nagyon hasonlít rá, az a 354-es, az is egy ilyen multiboard és ilyen szendvics konstrukció. Hát alapvetően más érdekességet nem nagyon látok. Hozzá a szokásos mikrotik felépítést. Szerintem átnéztük a eszköz mit tudhat, így nincs más hátra, mint hogy elköszönjünk. Az eszköz keresétek az Access Point kínálatában, elérhető. Sziasztok! Sziasztok!